Ma délelőtt holtan találták meg az 5 napja eltűnt 11 éves kisfiút, már is kapcsoljuk a Somogy megyei rendőrfőkapitányság rendkívüli sajtótájékoztatóját Kaposvárott. Nem csak a gyermek korára való tekintettel, hanem arra, hogy jelenlegi adataink szerint ez egy előre eltervezett tevékenység volt. És ugyan a boncolás most folyamatban van, de a helyszíni szemle alapján megállapható számunkra, hogy az elkövetés brutális végrehajtású volt. A bejelentés 02 órakor érkezett 30-án a rendőrségre, azzal, hogy előtte holnap a délutáni órákban a Tesco parkolójában eltűnt egy 11 éves gyerek. A rendőrség ilyenkor megkezdi azt a szokásos rutin eljárását, amelyet a gyerekkorra való tekintettel természetesen sokkal nagyobb erőösszpontosítással hajt végre, nem csak a közterületi állomány, hanem a nyomozó állomány is megmozdul ilyenkor, és megpróbáljuk feltérképezni azokat a baráti, családi kötődéseket, kapcsolatokat, mint helyben, értem alatt különféle megjelenési helyeket, szórakozó helyeket, tömegközlekedési helyeket, ahol vélelmezhetően megjelenhet, vagy megjelenhetne egy gyermekkorú személy. Tudtuk azt a családtól kapott információ alapján, hogy gyermek kiegyensúlyozott, családi életet élt, jó környezetben élt, ugyan a család az megosztott volt, olyan értelemben, hogy élettársi kapcsolat, az is felborult családi kapcsolat, de ettől függetlenül a gyerekről semmi olyan jelzésünk nem volt, sem a tanároktól, sem az iskolából, sem a sporttársaktól, sem semmiféle kapcsolatából, ami erre utalt volna. Néztük természetesen a mobiltelefonját, néztük természetesen az által használt számítógépet, hogy volt olyan jelzés róla, amely támpontot adhat egy gyermeknek az eltűnésében. Ma már tudjuk, hogy a bejelentésnek a tartalma és mindazok az események, amelyek ehhez kapcsolódtak még, ilyen volt például a bejelentő személy a keresés során elhagyta az autóját benne a kulcsával, majd azt valaki eltulajdonította tőle. Ezek már nem voltak igazok. Ma már tudjuk, hogy ezek a vallomások, ezek az elmondások, amik szinte időnként óráról órára változtak, azt a gyanunkat erősítették, amely minden eltűnésnél vizsgálandó a rendőrség vonatkozásában, hogy esetlegesen bűncselekmény is lehetett benne. Természetesen gyermekről van szó, tehát nem ezt vélelmeztük először, de semmi jelet nem láttunk az órák múlásával, az ellenőrzések végrehajtásával, a területek átvizsgálásával arra, hogy gyerek bárhol felmerült volna. A gyanunk körülbelül a 48. órában, a nyomozások 48. órájában már számunkra bizonyosság volt, bármennyire is nehezen fogadja el ezt egy apa, egy rendőr. Ezen a térképen próbáltuk azt a két általunk a nyomozás során szerzett információk alapján behatárolni, amelyben ugyanekkor még nem mondtuk, mert reménykedtünk benne, de minden bizonyságot szereztünk a nyomozás adatai alapján, hogy kerestünk kell a gyereknek a testét. A keresésben nem voltunk egyedül, a keresés során a magyar kriminalisztika összes erejét eszközét meg tudtuk mozdítani, így budapesti rendőrfőkapitányságtól kaptunk segítséget speciális nyomkövetőkutyák alkalmazásával. Kutatásokat rendeltem el. Első kutatási helyszínünk Kaposvártól a térképen délkeleti irányban látható Sántos és Szent Balázs községek térségében lévő erdős helyre. A kutatás felderített akkor még csak vélelmezett bűncselekmény elkövetési helyet, egészen pontosan megtaláltuk a megásott sírt.
a bűnügyi technikai lehetőségek tárházát kihasználva vérmaradványokat találtunk, szövetmaradványokat. De az elhalt szemét nem. Elnézést kérek öntől. A kutatás kiterjesztett ebbe a körülbelül jelző terepszakaszra, az egy erdős terepszakasz. A gyermeket nem találtuk meg, a nyomozás tovább folytatódott, és ez a térség áttevődött a mai napon feltalálás és kiantolásra került helyszínre, amely Toponár térségét jelzi Kaposvár észak-északkeleti részén, még az elkerülő úton belül a Kaposvári Egyetem mögötti terület részén szintén egy elhagyott erdős rész volt az a második terepszakasz számunkra, amelyben okkal vélelmeztük, hogy a gyermek ott található fel. Ez időszak így röviden elmondva talán egyszerűnek tűnik, Ambától higgyék el, hogy több mint fél száz rendőr csak ezen az ügyön dolgozott. Számtalan bejelentést kaptunk, amit ezután is köszönünk. Valamennyiket próbáltuk ellenőrizni. Budapestről kaptunk bejelentést, hogy látják a gyereket. Autóbuszsofőrök jelezték, hogy mintha látni vélnék. Mindegyik bejelentésre reagáltunk, és mindegyiket vizsgáltuk, hiszen több alternatívat állítottunk fel. De sajnos a legrosszabb alternatíva valósult meg számunkra, amelyben önök számára most azt mondhatom, hogy tegnap estétől a Somogy megyei rendőrfő kapitányság őrizetében van három személy, egy hölgy és két kaposvári hajléktalan. A kihallgatások első része lezárulott. A kihallgatásokból az állapítható meg, hogy részben ugyan egymásra terhelően és önmagukat mentő módon, de részleges beismerő vallomásaink vannak, nem mind a három személy vonatkozásában. Mára már megérkezett az elsődleges szakértői vélemény Budapestről, tehát ez is alátámasztja a gyanunkat, mely alapján az ügyészség felé kezdeményezik az előzetes letartóztatás indítványozását. Tudom, hogy rengeteg kérdés van még. Számunkra is nyitott kérdés, például az indíték. Van róla feltevésünk. Nagyjából már tudjuk az elkövetésnek a eszközrendszerét, hiszen megvan az ásó, megvan az elkövetés egyik eszköze, a kés. Hadd ne soroljam a jelenlőre tekintettel. Azt tudom önöknek mondani, hogy ez a tragikus bűncselekmény, ez egy családon belüli, a családot idézőre teszem, előre eltervezett módon végrehajtott bűncselekmény volt. Kaposvár közbiztonságát nem rendítheti meg, hiszen nem egy álmokfutóról van szó, nem egy pedofil emberről van szó, aki fenyegeti a gyerekeket, hanem sajnos egy nagyon szűk körben keresendő és most már számunkra megtalált személyek által elkövetett bűncselekmény. Jelenlegi információnk szerint az elkövetői kör nem bővül, a szerepek még tisztázandóak, de a vizsgálat még folyik, szakértői véleményeket már kaptunk, de nem mondok újat, hogyha igazságügyi elme szakértőt is ki kell majd rendelni.
A jelenlegi információnk alapján bizton állítom, hogy mindhárom személy vonatkozásában megalapozott a gyanú minősített emberről és elkövetésével. Kérem önöket, hogy önökön keresztül köszönöm meg az állampolgároknak a segítségét, az állampolgárok szervezetének segítségét a kutatásokban, a polgárőröknek az aktív keresésben, és mindazon személynek a segítségét, legyen az vadász, legyen az buszsofőr, legyen az MÁV alkalmazott, legyen az közterületfelügyelő, aki segített minket abban információval, hogy merre ment a gyerek, merre mentek az elkövetők, és így méterről méterre, percről percre fel tudtuk térképezni a cselekményt. Ez még a bizonyítás szakaszában van, tehát kérem értsék meg, hogy ugyan tudom, hogy rengeteg kérdés merül fel önökben, bizonyára sokkal tudnék válaszolni, de nem szeretném aláásni a büntetőeljárás további szakaszát, hiszen az a célunk, hogy az igazságszolgáltatás előtt felejjenek ezek az emberek, és ne tudjanak felkészülni azokra az információkra, amelyet mi tudunk. Az elmúlt néhány napban folyamatosan azt érzékeltük, hogy az elkövetők menekülnek, az elkövetők mondanak valótlan információkat, tév útra próbálnak minket terelni. Ez is időbe telt, mire ezeket a tévutakat tudtuk hitelt érdelem bizonyítani, hogy valótlanak az állítások. Ezért azt kérem önöktől, hogy bármennyire is furcsa, a sajtóképviselőnek azt kérné, hogy további adatokra és kérdésekre nem nagyon áll módonba válaszolni, úgy, ahogy most megtettük, amikor a nyomozást lezárjuk, akkor részletesen fogjuk ismertetni a bűncselekmény felderítését, de akkor is kerülni fogom kegyeleti okok miatt az elkövetésnek egyes részleteinek, amit már most ismerünk, annak a részletes tagolását. Nincs az a jel a tévéképernyőn, amit ezt elviselni. Engedjék meg, hogy ezután köszönjek mindenkit. Ha lenne kérdés, amire esetleg tudok válaszolni. Kedves nézőink, 5 nap után ma délelőtt holtan találták az eltűnt 11 éves kisfiút, az imént Piros Attila dandártábornokot, a Somogy megyei rendőrfőkapitányt hallhatták. Az ő tájékoztatása szerint a 11 éves kisfiút előre eltervezetten brutálisan gyilkolták meg. Az ügyben 3 embert vettek őrizetbe, akik részleges beismerő vallomást tettek. Kezdeményezik előzetes letartóztatásukat. A gyilkosság indítéka egyelőre még nem ismert. További hírek, információk a további híradásokban, tartsanak velünk 15 órakor. Híradóval várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!